csini új bőrtopámban, nem mutatok ostobán, ha van hozzávaló. Na már meg egy pár új gönc, így jó, jó hát. Húzzunk fel még egy gardrób szobát, nem fér el több ridikül. Egy rúzs, két rúzs, meg a huszadik túl kevés. Egy konyha kés. Na meg itt van két bankkártya és túlélésre mindig kész. Egy rendes nő minden terhet elbír, pont mint egy ridikül. Sok szeretettel köszöntöm Önöket! Ez a Ridikül, napi női talkshow a Dunán minden hétköznap, de nem csak nőknek. Mai témánk a nagycsaládosok különös élete. Akik ma emelik műsorunk fényét, Lackfi Margit, egyetemi hallgató és édesanya. Meggyőződése, hogy testvéreivel csodálatos nevelésben részesültek, és ezt a példát igyekszik továbbvinni, saját családi életében kamatoztatni. Ha visszagondol a gyermekkorára, közös élmények, tradíciók fonták körbe a mindennapjaikat. Lackfi Dorottya tanuló, aki éppen énekszakra készül. Szerinte az az igazán különös, hogy ahányan vannak testvérek, annyi féle személyiségek, és éppen ezért alkotnak nagyon jó csapatot. Dorottya úgy érzi, nem csak 5 testvért kapott, hanem egyben 5 legjobb barátot is. Bárdos Júlia művészettörténész, bútorfestő, 6 gyermekes édesanyja. Édesapja, Garóci Bárdos Tamás zeneszerző, 11 gyermekes családból származott, így szinte természetes volt, hogy Júlia 7 testvér között nőhetett fel. Véleménye szerint a rohanó világunkban sokszor gyermekeink nyitják fel a szemünket arra, hogy a csodákat újra észrevegyük. A műsorvezető pedig Diósi Klári. Bevallja, néha egy gyerkőccel is nehezen boldogul a mindennapi logisztika terén, így lenyűgözi, hogy vajon ezt hogyan csinálják családok 4-5-6 gyerekkel. Leginkább az érdekli, hogyan tudnak mindenkire kellő figyelmet fordítani. Hölgyeim, én át is adom a szót. Jó napot kívánok mindenkinek! Felmérések szerint a párok több gyereket terveznek, mint amennyit aztán valójában vállalnak, és mint ahogy elhangzott, szerintem még egy-két gyerek is kihívás a mindennapokban, 5-6 csemete pedig fenekestől fel tudja forgatni a család életét. Vagy mégsem? Minden esetre kevesen vállalják, úgyhogy tényleg kíváncsi vagyok arra, hogy hogy is megy a logisztika a mindennapokban, és milyen hagyományok, tradíciók kötődnek hozzájuk. Hát Júli, a segítségedet kérem, mert hogy többen vagyunk itt a stúdióban, hogyha szétnézünk a szokásosnál, és bár nem egész a család, vannak hiányzók, de akkor mutasd meg a család kicsi és nagy tagjait, a Lackfi családot. Lackfi János, a családfő, aztán az első gyermekünk Simon, 25 éves, most nincs itt, neki van egy nagyon aranyos felesége Petra, és két tündéri kisfiúk, Vili és Gergő. Hát akkor a fiúk most hiányoznak innen a csapatból, igen, akkor sajnos, jöjjenek a lányok. Sajnos. És akkor utána a második gyermekünk Margit, 22 éves, egyetemista, és neki is van egy másfélnél kicsit több, másfél éves a Líz lánya. Ő itt van velünk, a igen, stúdióban ott játszik. Igen. És a harmadik gyerekünk Dorottya, ő decemberben lesz, majd karácsonykor lesz 20. Ő egy igazi karácsonyi baba volt. A negyedik gyermekünk Johanna, ő is itt játszik a kicsikkel. Ő most fog érettségizni, 18 éves. Az ötödik Ágnes, ő 9-es, 15 éves. És akkor a Julcsia ráadás, ő 2,5 éves, és most egy nagy és most nagyot medvét játszanak itt a stúdióban, és reméljük, hogy jól érzik majd magukat. Elhangzott itt a bevezetőben, hogy valahol természetes volt a nagy családra való törekvés, mert ezt hoztad otthonról, ezt hoztad magaddal, de aztán, amikor Jánossal összekerültetek, akkor is klap volt ez a terv. Tehát ő partner volt mindebben, és így aztán végül természetes volt, hogy nektek is sok lesz. Szerintem igen. Tehát sziasztok, most így próbáltam, így próbáltam pont visszagondolni így a bevezető szöveg alapján, hogy én voltam az, aki annyit vállaltam, amennyit terveztem. Tehát, hogy én mindig azt mondtam, hogy 6 gyereket szeretnék, de hát a 6. az egy kicsit váratott magára, de azért csak meg lett. Csak meg lett. És a Jani meg egy ilyen bevállalós ember, tehát ő nem gondolkozik annyira előre, hanem ő ugye jelenben él, ez olyan ritka embertípus, aki élvezi azt, ami van, és hogyha jött még egy gyerek, akkor mindig annak is örül. Fogadta és örül. Hát ő mindig mindenkinek örül, tényleg. Lányok, a ti baráti ismerősítő körötökben van ilyen nagy család? Van erre példa mellettetek? Van egyébként, mert mi budakeszin jártunk gimnáziumba, és ott azért
ott bőven voltak nagy családok. De mondjuk így, igen, tehát hogy máshonnan ismerünk embereket, például ilyen a röplabda csapatban, ott akikkel összebarátkoztam, azok teljesen összezavarodtak ettől, hogy ez hogy lehetséges. Na hát, amikor meg is kérdezik, hogy, vagy mondják nektek, hogy jó nektek, miért jó nektek, Margit? Mert hogy jó nektek együtt, az biztos. Igen. Mesélj! Hát az nagyon, sok minden nagyon jó. Ugye az nagyon jó, hogy sosem unatkozik az ember, mert kérdeztem a férjemet, ugye ő egyke, hogy hát ő hogy nőtt föl, és hát videójátékozott, legózott magában, elképzelte, hogy a legóvárra mit csinálna, ráeresztette a macskát a legóvárra, meg ilyennek, mi meg hát mit csináltunk. Hát na és te miket meséltél neki? 100 játékot kitaláltunk együtt, bejárt, nem is tudom, a húgaimmal olyan folytatásos történeteket játszottunk babával, meg aztán utána ilyen nagy kaland esték, hogy mit tudom én, beöltözünk hercegnőnek, és akkor átváltozik várra a lakás, és a májkrémet így rózsával kidíszítjük, és akkor az a pástétem, meg nem tudom, szóval ilyen gigantikus bulikat csináltunk együtt, és így mindig volt valaki, aki vevő volt egy ötletre. Viszonylag sorban jöttek a gyerekek egy ideig. De azért, hogyha azt nézem, hogy Simó mikor született, meg a legkisebb a Julcsi, akkor ott azért elég hosszú idő telt el, és biztos, hogy te is nagyon érezted, hogy azért változott a világ. Tehát egészen máshogy álltál akár a nevelésben mondjuk a Simóhoz, meg a legkisebbhez. Hát rengeteget változott a világ, attól kezdve, hogy a kórházban mi történik. Tehát, hogy amikor a Simón született, utólag megtudtam, hogy már voltak akkor is ilyen papás szülések, meg, vagy apás szülések, ki hogy hívja. Meg voltak ilyen kicsit ilyen alternatívabb születési módok, amiket így megengedtek bizonyos kórházakban, de hozzám nem jutott el, én 19 éves voltam, és gyakorlatilag az anyósom javasolt egy nőgyógyászt, akihez elmentem, és egy teljesen a régi rendben született, tehát hogy éppen megmutatták, elvitték, és egész éjszaka azon gondolkoztam, hogy hogy fogom megismerni, és mi van, ha összecseréli, mert olyan este 9:30 körül született meg, és akkor reggel 6-ig nem láthattam. És akkor mostanában ugye meg már mindent lehet szintén, és hát a Julcsi is, mondjuk a Julcsi nem, mert ő császárra született, ilyen életmentő műtéttel, szóval az nem volt annyira jó történet, de az Ágnes és a többiek mind úgy születtek, hogy ott volt a Jani, és rögtön mindenkit kézhez kaptunk, és hosszan együtt lehetünk, azok a legszebb pillanatok, azok a születés utáni órák, és hát nekem is persze, hát eleve 19 évesen, meg 42 évesen annyira más egy embernek a személyisége, és ugye mivel nekem volt olyan kis testvérem, aki 14 éves koromban született, és ráadásul a keresztfiam is lett aztán, és én egész gyerekkorát úgy éltem át, mint hogy irigyeltem az anyukámat, hogy ez az édes gyerek, ez az övé, és nem az enyém, és rengeteg időt töltöttem vele. Úgyhogy annyira természetes volt, meg is nyertem kamaszkoromban egy csecsemőgondozó versenyt, és azt kérdezték, hogy áruljam már el, hogy egy 15 éves gyerek hogy tud így gondozni egy újszülöttet, és akkor mondtam, hogy hát a kisöcsém. Megtanulta a gyakorlatban otthon, a nem kellett készülni. És akkor... Tehát amikor a Simon kicsi volt, akkor mindent ilyen ösztönből csináltam, hogy amit hoztam, meg láttam ugye 60 unokatestvérem, és azoknak a gyereke, és együtt nyaraltunk Balatonon, tehát így... De kapsz te ilyen rácsodálkozást az emberektől, hogy jé, hát mind a hat a tiéd, vagy egyáltalán persze. Elhiszik ezt, vagy sztereotípiákkal találkozol, amikor úgy... Hát igazából mindenütt a döbbenet a reakció. Akkor ez, amikor kérdezik, hogy első gyerek? Igen, azt kérdezték, hogy jó csinálás, hogy akarok-e majd még, vagy első gyerek? De ezek még jól is tudnak esni az embernek egyrészt, sokkal fiatalabbnak is gondolják. Jó a kapcsolat, én gondolom, most főleg itt a lányokra gondolok, hogy egy neműek, de milyen testvérek vagytok, lányok? Mert azért biztos, hogy volt ez veszekedésekkel tarkított út is, mert az bele kell, hogy férjen egy család életébe, de egyébként, ahogy mondtátok, hogy számíthattuk egymásra, de mégis hogyan tudnátok ezt jellemezni? Mondjuk szerintem minden életszakaszban mások voltak eleve jóba egymással,
mert például mondjuk én amikor elkezdtem kamaszodni, akkor nagyon megtaláltuk egymást a bátyámmal, és akkor évekig jártunk falat mászni, és ő volt a legjobb barátom, és mindenki azt hitte, hogy ikrek vagyunk. Azt is megkapom, mert hát közben több felé kell figyelnem itt a stúdióban. Nagyon cuki vagy, és most visszaadjam ezt neked? Elviheted magaddal, jó? Köszönöm, igen, lányok, figyelek azon. Amellett most te is fel tudod idézni az emlékeket közben. Igen, de alapvetően szerintem egyébként jó testvérek vagyunk, főleg mostanra már. Szerintem, ahogy az utóbbi időben elkezdett mindenki felnőttebben gondolkodni, mert kicsikorban szerintem nem nagyon tudtuk kontrollálni, hogy akkor így veszekedés, nyilván meg, hogy féltékenység nem tudatosult, és akkor csak így, hát tudtuk azért elni egymást, de ezt nem biztos jobban tudja. Lehet reagálni. Nem, tehát én csomó mindent utólag tudtam meg, tehát hogy a mi ellentétek voltak, nem mindig voltak annyira a felszínen. Én arra emlékszem, hogy nagyon jól játszottak meg a videók is, amiket fölvettünk, azon is látszik, hogy nagyon szerettek együtt játszani, meg én is nagyon szerettem játszani, meg a Jani is. Tehát hogy én nagyon sokszor játszottam velük egész nap, és utána este jöttem rá, hogy mit csináltam, hogy most aztán nem fogok aludni, hogy behozzam meg magam. Meg észre mosni kell, meg stb. Stb. Egyébként jó, hogy ezt most szóba hozod. Szóval volt egy bizonyos napi rend? Hát eleve, ha csak arra gondolok, hogy egy reggeliztetés egy nagy családnak, amikor még nem ilyen önállóak, hanem egyik kicsi, másik pici, kellett valami rendszert bevezetni? Ti is mire emlékeztek, lányok? Voltak dolgok, például a gyors tea az egy gyors tea. Fogalom volt nálunk, ami azt jelenti, hogy forró víz, méz és citrom. De úgy nagyon finom. De én azt még máig emlékszem, meg arra emlékszem, hogy reggelente mindig, mikor lementem, akkor apa már lent volt, és klasszikus zenét hallgatott, meg tojást főzött. És valahogy ez az illat meg a zene annyira jellegzetesen még mindig visszatér, hogy múltkor, mikor beszűrődött valahonnan a rádió hangja a klasszikus zenével, akkor úgy éreztem, hogy visszakerülök ezekben a régi reggelekben. Voltak ezek a gyors teás reggelek, amikor el kell indítani. A zene is olyan, mint az ízek, illatok, hogy így visszahúzza az ember. Azt meg tudod mondani, hogy mondjuk így a fürdőszobára mennyi idő jutott? Vagy ez nem volt azért így percre be kategorizálva? Hát, amikor mindannyian otthon laktunk, az azért súlyos volt. Főleg, mert ugye a bátyánk ő szeretett nagyon sokáig zanyozni, és akkor mindig ott vertük már az ajtót. Igen, aztán egy része a csapatnak leszokott a reggeli zuhanyzásról ennek következtében. Na de milyen már, hogy nem a lányok az incifincibbek, hanem a Simon szeretett sokáig zuhanyozni. De egyébként te mennyivel keltél korábban? Tehát, hogy mindenkinek meglegyen minden, akár uzsonna készítés, elindítani őket. Hát próbálok visszagondolni, de azért ez már régen volt, amikor mindenki otthon volt. De én úgy emlékszem, hogy attól függött, hogy este mennyire tudok rákészülni. Tehát például ez a gyors tea, az a mentő ötlet volt, amikor este nem főztem meg előre. Mert azt csináltam, emlékszem, amikor mindenki vitt egy fél liter teát a palackába reggel, hogy akkor én egy ilyen óriás fazékban csináltam este egy óriási adag gyümölcsteát, és akkor reggel csak alágyújtottam, és akkor átmelegítettem, hogy melegen igyek, és aztán be a palackokba, és akkor, hogyha mondjuk erre este nem jutott már erőm, meg időm, akkor volt a kapkodás gyors tea. De egy idő után meg azt gondolom, hogy már tudtak segíteni, és tudtatok egymásnak, igaz? Tehát valahol törvényszerű volt, hogy a nagyobb a kisebbnek, ez kialakul. Én arra emlékszem, hogy egyszer az Ágnest elindítottam az iskolába, amikor úgy voltunk, és akkor csináltam neki szendvicset, de az borzasztó rossz lett, mert pirított kenyér akart lenni, de valahogy ugye, hogy levágtam a szeletet, akkor szétesett, és aztán szétégett, aztán beraktam neki, de nem tudom, hány évesek lehetünk, csak valahogy nem volt ezen senki, és ugye egyszerre mentünk, az még kicsik, egyszerre mentünk be, nem emlékszem. De azért olyan volt, hogy konkrét feladatotok van? Tehát akár a szoba takarítás, vagy egy ilyen napos feladat, ami azért meghatározta, mégiscsak, hogy egy rendszer legyen. A takarító nem. Takarítás az fel volt aztán, hogy minden szombaton minimum egyszer egy héten, akkor ki kell takarítani mindenkinek a saját szobáját, és ugye a fürdőt meg ezeket fel kell osztani. Ez egy jó kis családi
balhé pont volt, mert... Na! Legjobb ezért, amikor... Soha nem akartuk megcsinálni. Úgy protestáltuk. Legyen, hogy... Mama azt mondta, hogy régen megcsináltuk, és akkor mert az volt a jutalom, hogy utána elmentünk a videótékába, kivettünk egy filmet, és megnézhettük. Na. Egy ideig ez működött, de aztán meg... Aztán már nem volt motiváció, ugye? Arra emlékszel, amikor a mama egyszer nagyon dühös lett ránk, és mondta, hogy na most elmegy innen, és visszajön egy óra múlva, és addigra semmi ne legyen a padlón. Ja, úgy protestáltuk, hogy mindent felrögtünk az asztalra, meg a kanapéra, meg a polcra. Meg a székeket, igen, felpakoltuk az asztalra a székeket, hogy még semmi ne legyen a földön. Nagyon humorosnak éreztem. De remélem, hogy a mama ilyenkor meg csak nevetett, ugye? Nem? Vagy azért ott volt a sírjátnék? Általában az volt a... ami még úgy működött, igen, egy ilyen határidőket kaptak, hogy negyed óra van arra, hogy mit tudom én, mit csináljon, porszívózzon. Akkor most kapsz negyed órát, hogy az asztalodat rendbe rakd. És akkor ment az óra, és akkor csörgött, és akkor megnéztem, hogy ki hol tart, és az úgy a kisebbeket motiválta, hogy az óra csörgésre kész legyen, és azt még úgy élvezték is. Amíg kicsik voltak, addig jól ment ez a takarító naposdi, mert tényleg az volt, hogy mindig úgy terveztük meg, hogy akkor a délelőtt ott rászálljuk arra, hogy az egész ház ragyogjon, de utána délután nagyon jó programok lesznek, és akkor ez úgy tette őket. A kamaszkorukban ez már nagyon nehéz volt, hogy mi legyen a motiváció. Hogyha csak kettőtökre nézek, ugye, mert mindannyian itt vagytok, de nektek azért egész más szerintem az öltözködési stílusotok. Ilyen szempontból ez külön vált kisebb korotokban is? Tehát amikor ugye a ruha, hát mindenhol örökölnek ruhát a gyerekek, igen. Ehhez ti hogy álltatok hozzá? Vagy hát mindenki kicsiként szerintem gyakorlatilag mindannyian ugyanúgy, mert akkor nagyjából a mama döntötte, hogy mit vegyünk fel, de hogy egy idő után, főleg a... egy lány már elég korán megmondja, hogy mit szeretne. Elkezdtünk kamaszodni, és akkor nagyon szétvált, szóval, hogy... De mondjuk mindenki követte az egyel fölötte lévőt, így... Igen, de mondjuk én nekem azért nem volt ez a... Ilyen divatos korszak, amikor egy Jonathan Davis és társai szól, hogy az körülbelül nem tudom, egy fél év, három négy év alatt lecsengett, és én kamasznak irgalmatlan tróger voltam. De nagyon, ilyen metálos, mindenes. Mint ő nagyon súlyos volt. Súlyos volt? Azt mi nem követtük. Ott voltak egyszer egy barátaink, akik végig nem látogattak minket, és tudták, hogy jönni fog haza a Margit, és hát ők nekik kicsi gyerekeik voltak, és mondták, hogy nagyon izgalmas dolog ez a kamaszkor, és mondtam, hogy hát ez az. És azt mondja, hogy nagyon kamaszodnak? Hát mondom, kamaszodnak. És akkor egyszer csak meglátták a Margit, tehát ahogy jött be a kaputól a házig, és így mondta az apuk, hogy de ennyire? Engem kinéztek már a plázákból, hogy nem vagyok egy csöves véletlen, és amikor megkértem, hogy hadd maradjak negyed órát az éjfeles buszig éjszaka, ilyen hidegben, akkor így rám nézett a biztonságőr, és így menjen innen. Azt hittem, ott akarok aludni szerintem. Mint oly sok mást is a ti családotokban, ezt hagytátok? Hogy ez az ő útja, akár vagy kinövi, vagy ő ezt választotta, vagy befolyással voltatok erre? Hát nekem az volt a saját magam felé fölállított elvem, hogy addig, amíg valami maradandót nem csinál magával, amit nem lehet visszacsinálni, addig próbálom elviselni és szeretni úgy, ahogy van, mert tudom, hogy ez arról szól, hogy keresi saját magát, a stílusát, meg hogy össze van zavarodva. Hát nagyon nehéz dolog ez a kamaszkor, hát nem tudom, hogy ez jó volt-e így, de... Attól féltem, hogy ha megtiltom, akkor még 50 évesen is erre persze, fog vágyni. Persze. Hát nálatok biztos, hogy nincs megállás, meg olyan nagyon béke szigete, hogy csend van a lakásban. Mennyire lehetett elhúzódni? Most a legutóbbi lakásunkban ott volt lehetőség arra, hogy mindenkinek legyen saját szobája. És akkor innentől kezdve mondjuk ez így kvázi a békeszigete, vagy maximum ezt lehet mondani, hogyha a saját szobába bevonulsz, akkor ott még nem fognak zavarni. De már ott is voltak olyanok, hogy ilyen, ugye Margit például nagyon hangosan hallgatta a zenét, vagy mit tudom, vagy a Johanna énekelt hangosan, vagy én énekeltem hangosan, és akkor idegesítettük egymást, és doboltunk át a falon, hogy izé. Meg a Simon meg magának kiépített a saját szobájában egy ilyen 5.1-es hangrendszer. Igen, ő villamos mérnök lett. Ilyen brutál, de én ekkora, tényleg én ekkora ilyen kiépített magának. És akkor az ott dübörgött.
Hát ez rendesen, igen. Hát akkor sok mindent el kellett itt viselni. Igen, úgy próbálta ki ezt a hangrendszert, hogy ő tanult népi furujázni, és az egyik népi furujáját saját maga átalakította elektromos furujává, és elkezdett úgy furujálni, hogy közben dobogott a földön a lábával, és így fújta teljes erőből, és ugye ez az 5.1-es hangrendszeren, és én fölmentem, hogy mi ez, vagy fogalma nem volt, mint egy háború lenne, és mutatta, hogy csak ez az új találmány, az elektromos pásztor furuja. Csak. Közben kacsingatok oda mögéd, mert hogy Johanna meg Ágnes olyan jól eljátszotok a lányokkal, tudtok egy picit rám figyelni? Mert annyira, mint a képzett óvónők, de hát ehhez alapvetően teljesen hozzászoktatok. Így működnek a mindennapok is? Bármikor gyerekfelügyelet, és ti ott vagytok készen? Igazából ehhez hasonlóan valahogy, bár a játék nagyobb hely áll rendelkezésre, úgyhogy olyankor könnyebb a figyelmet egy helyen tartani. De hát amúgy nagyon, tehát hogy mi a Jócsira szoktunk ugye többet vigyázni, és rá nagyon jó, mert olyan humora van, a lehető legjobb helyeken szúrja be egyes embereknek így a beszéd stílusát, hogy ki hogy beszél, és akkor így például amikor valakinek megszúrja a lábát egy növény, és mondja, hogy jó, ez ilyen szúrós, akkor ő azt mondja, hogy hát igen, ez ilyen katolikus, és akkor így hallotta is, hát ha jó helyre jött. Hát Ágnes, te pedig nem csak hogy testvér vagy, hanem keresztanya is. Igen, de én sokáig kértem a mamát, hogy hadd legyek én, mert nagyon szerettem volna régóta egy kisugat, és szerettem volna, hogy ne, hát mondjuk most egyelőre még ugye ugyanannyira, tehát hogy nagyon igényli a mamát, de szerintem később lesz fontos, hogy ne csak az anyukájától tudjon kérni tanácsot, vagy bármi. De egyébként mondjuk amúgy is ennyit vigyáznék rá, meg foglalkoznék vele, de valahogy vágytam rá, hogy ne csak a testvére legyek. De ez egy milyen szép gondolat. Átadlak, visszaadlak benneteket a kicsiknek, jó? De közben minket egyáltalán nem zavar, hogy ők itt vannak, úgyhogy ne nyugtalankodjatok. Itt beszéltünk már kicsit érintve azt a kamaszkort, hogy mégis lázadó korszak, meg egy kicsit az önmegvalósítás időszaka, de például a pályaválasztásotokban. Nem mindig olyan egyértelmű az ember útja, meg nem mindig tudja egyből igen kitalálni, hogy mi szeretne lenni. A ti kis életetekben is voltak kacskaringók. Na, ezt hogyan álltak a szülők? Nekem főleg aztán nagyon sok dilemmám volt ezzel kapcsolatban, meg nagyon nem tudtam, hogy mi szeretnék lenni, és akkor minden héten följött valami, hogy és ha ez lennék, és ha az, és ezeket általában elmondtam, szóval, mert nálunk ugye van egy közös tér van lent, ott a kályha mellett, egy ilyen nappali tér, és akkor ott általában így összegyűlnek az este bizonyos pontján, összegyűlik mindenki, vagy legalábbis a nagy része a családnak, és akkor olyankor kezdődik minden ilyen beszélgetés, és akkor így ezeket bedobtam, hogy és ha anglisztika, és ha nem tudom micsoda, ilyen teljesen elborult ötleteket is bedobtam, és ők még mindig reagáltak rá annak megfelelően, hogy mit gondoltak, szóval amúgy jól fogadták. Ne izgassátok magatokat, én annak örülök, hogy funkciót nyernek ezek a tárgyak itt a stúdióban, úgyhogy csak nyugodtan pakoljon. Neked is kacskaringós volt? Hát igen. De ugye én nekem az orvosi egyetem, amire először mentem érettség után, az nagyjából egyértelmű volt, azért voltak ilyen vicces ötlet. Mondjuk én inkább a barátnőmmel beszéltem azt meg, de az akkori barátnőmmel, akit hát a szülei eléggé nyomtak, hogy menjen állatorvosi egyetemre, és ugye együtt voltunk biológia fakultáción, ővele beszéltük, hogy poénból beírjuk harmadik helyre a valamelyik ilyen egyetemet, és akkor fantáziáltunk ezen, hogy akkor az a bölcsészkar lesz esetleg, az a képzőművészeti egyetem lesz, az a animáció, és ez az, meg a nem tudom mi, és akkor aztán végül persze nem írtunk semmit harmadik helynek, beírtunk három orvosit, és felvettek engem, de hát nem volt jó ötlet, szóval hát egy év elég volt erre, hogy rájöjjek, hogy én nem tudnék orvos lenni, vagy hogy ki csinálna engem az egész. És akkor ugye váltottam bölcsészkarra, de hát... És most különleges dolgot tanulsz? Most skandinavisztikát, igen. Skandinavisztikát, hát azért mondom, külön mindennapi.
Csak tudod, amikor te arra gondoltál, hogy mi szeretnél lenni és mit tanulsz, akkor biztos az is megfordult a fejedben ennyi testvér mellett, hogy te mondjuk hány gyereket szeretnél. Én egyáltalán nem akartam gyereket. Na. És egyet se. Kifejezetten nem, se férjet. És még terhesen sem akartam férjet igazán. Itt vagyok, gyere ide, megnézed a fülbevalómat. Na gyere. De... De csodálatos, látod? Ott ugye ez nem egy ilyen tervezett történet volt, de annak nagyon örülök, hogy végül is így alakult, mert most tök jól vagyunk. És lesz testvére? Több testvére? Amikor kiderült, hogy terhesség, akkor mindenki úristen, és megtartod, és amikor megszületett a gyerek, és mikor jön a második? Jó, most a meglepetés vendégünk, aki egy igazi társ, apa, férj, nagypapa? Hát ez utóbbi nem látszik rajta. Most pedig jöjjön a meglepetés! Lackfi János, József Attila díjas költő, író. Három gyermekes családban nőtt fel, ami nagyon csekély létszámnak bizonyul felesége családjához képest. Magától értetődő volt, hogy ők is sok gyermeket szeretnének. Mára már kiderült, ez az út csodákkal volt kikövezve. Fogadják nagyon nagy szeretettel! Mégsem hiányzik minden férfi tagja a családnak. János és Júli említette itt a műsor elején, hogy igaz, hogy mondjuk azt mondja, ti hárman voltatok testvérek, ekkora család nem volt, de te szépen elfogadtad, és örültél mindennek, hogy jönnek a gyerekek. Hát azt nem tudhattad persze, hogy ennyi lány lesz, de hát egy lány foci csapat azért megfordult a fejedbe, ezt látván. Igen, mindig ezt a foci csapatot mondtam egyébként. Igen, mert mondtad itt aztán nekünk is, igen. Ugye kézilabda csapat azért még úgy összejött belőle. Én nem voltam erre sose ráfeszülve, hogy fiú-lány problematika. Lehet, hogy azért, mert rögtön lett egy fiam, és aztán egy lányom, és akkor minden volt már. És egyébként meg élveztem azt, hogy a lányok ugye sütiket sütnek, stb. Tehát, hogy úgy kényeztetve vagyok, szóval nem volt ebben igazából problematika. De ezek folyamatosan, tehát a gyerekek, ahogy jöttek folyamatosan az életetekbe, ezt azért ti megbeszéltétek előre, hogy lehet, hogy nem egy lesz, meg kettő, három, hanem még több? Én úgy álltam hozzá, csak úgy jöttek? Hogy persze, hogy legyen, ahogy belefér, persze, hadd szóljon. Mert ugye ez egy olyan jó életforma volt, és akkor most mit tudom, én most tölthetném azzal az időmet, hogy azon gondolkodom, hogy amennyit én mosogattam, szia édesem, hogy amennyit én mosogattam, hogy az alatt még mi mindent lehetett volna írni, de hát megjelent 45 kötetem, lefordítottam 35-öt, El tudtál te húzódni? Nem, volt, vagy nem. Van egy saját kis zugod, vagy pont úgy tudsz alkotni, hogy ők ott csivitelt? Az ilyen élő hely volt, így jöttek, mentek, beleszóltak, stb. Tehát engem, hál' Istennek, volt egy ilyen felmérés, vagy egy ilyen kis interjúkat készítettek egy ilyen zenés labba, tudom, 10-12 kortárs íróval, hogy zenehallgatási szokásokra, és kiderült, hogy az emberek 90-valahány százaléka csak a néma csendbe tud alkotni. Hát én meghaltam volna pályán, hogyha ez így lett volna. Nekem úgy átszaladgáltak, és az olyan, tehát volt, hogy fölkeltem, amikor a regényemet írtam, akkor fölkeltem reggel 6-kor, és akkor 9-re már az érdemi résszel készen voltam, és akkor már robbanhatott a történet. Úgyhogy ez engem nem zavar, de fordítás közben, hát volt például a Racine Fédráját fordítottam, olyan egy nagy klasszikus ilyen proc darab, ilyen koturnuszban ott, mit tudom én, pipiskednek, és minden disznóság lezajlik benne, de csak tehát hátul a színfalak mögött, és egyébként mindenki ilyen nagyon méltóságteljes, és a szomszédból meg beszűrődött, hogy a Frédi és Béni megy, és akkor ezek a páripes puccos alexandrinusok mellé olyan kis törvénytelenek is bejöttek, és abból lett a Cédra című ilyen instant kivonat, darab kivonatom. Soha nem morgolódott alkotási folyamatban? Nem emlékszem olyanra. Barkácsolás, az nyomta fel az agyvizemet. Volt, hogy szétrúgtam, nagyon szeretek barkácsolni, de amikor nem engedelmeskedik az anyag, azt mondjuk így, hogy nem viselem filozófus módjára, és volt, hogy meg kellett volna erősítenem a francia ágyunkat, és egy bizonyos pontján az egész ágyat szétrúgtam dühönbe, és aztán újra kellett alkotni. Olyan iszonyatos zaj, ami volt. Berohantam, hogy mi történt, azt hittem, hogy meghalt, vagy agyoncsapta valami. Ott állt, és az egész ágyunk így ezer darabba. Ripityomra rúgta. És kérdeztem, hogy most mit csinálunk, és azt mondta, hogy hát semmit, újraépítem. Estére megvolt. De egyébként te olyan vagy, ez a... könnyen felkapom a vizet, vagy türelmetlen?
jellemző rá? Van türelmetlenség bennem, ez egy nagy küzdelem volt, hogy ez, mert én nem gondoltam, tehát hogy általában volt, hogy velük is úgy felment a pumpa, és akkor kiabáltam, és akkor úgy csináltam rendet, és aztán kiderült, hogy ők ettől félnek, és akkor viszont ezt visszafogtam, tehát most már így magamra tudok dühös lenni, de még azt mondják, azt is rossz hallgatni, úgyhogy ezzel is küzdöm. De pont azért is kérdezem, hogy így a gyereknevelés kapcsán, szóval itt óriási türelem kell, hogy ennyiféle kis embert kezelni, hiszen más az egész jellemük, és az ember eljut egy szintre, amikor akár képes szülőként bocsánatot is kérni. Hát mert én szerintem nem abból lesz a tekintély, hogyha az ember úgy csinál, mint a tévedhetetlen lenne, mert nem hüle az a gyerek, és tudja pontosan, hogy a szülőnek mikor van igaza, és mikor nincs. És én mindig ezt próbáltam magam tartani, hogy akkor valami marhaságot csináltam, és akkor utána oda mentem, fölmentem, bekopogtam a szobába, bocsánatot kértem, és volt is még, aki a szememre vetette, hogy na de hát ez most akkor azt gondolt, hogy ebben ennyivel el lehet intézni, most akkor meg akarsz vásárolni érzelmileg, vagy... Csak mondtam, hogy nem, csak hát egyszerűen tényleg nagyon szeretlek, és tényleg nem akartam rosszat, és mégis rosszat csináltam, és ezért kérek bocsánatot. Emlékeztek ilyenre, lányok? A bocsánat kérésre, persze, az mindig. De ez jó is, mert utána ezt viszi magával az ember, és ezek nagyon fontos dolgok, amikor nagyon, elismeri. Nagyon alázatos az apa. Nagyon. Elpirulok. Majd még az biztos több szép rajtam. Jelzőt is. Mint ahogy minden család is azért küzdöttetek nagyon sok nehézséggel, de valahogy olyan pozitívak vagytok, hogy azokat is úgy át tudjátok fordítani. És sok-sok nehézséget végül, mikor már megoldódott egy-egy csodával összekötni. Sokat lehet ebből tanulni. Például magán Johannának a születése, aki az utcán született meg. Mi van? Johanna a kórház háta mögött a Riprónai utcában az aszfalton született meg. Az mondjuk aszfalt nem volt, fölött. Aszfalt fölött. Hát, a levegőbe. Igen, elkaptuk, röptében elkaptuk, tehát ez egy ilyen égi segítségnyújtás, mert ez egy döbbenet volt. Hát ugye elindult a maga természetes útján, a laza volt az orvos, hazaküldte a Julit, hogy még ez még ráér, én meg csak néztem, mert már be volt készítve a táska, meg minden. Mondd el te, mert persze, Juli mindig ideges, ha én mondom el, mert nem úgy mondom, ahogy volt. Nem, mind a kettőnknek megvan a saját variációja, és mindig vitatkozunk, hogy ki mesélje ezt. Hát csak megpróbálom azért röviden, de a lényeg az, hogy ott voltam a CT vizsgálaton normálisan, de már aznapra voltam kiírva. És mondtam, hogy vannak fájásaim, és mondták, hogy hát ez csak ilyen azért van, mert hozzáértek a hasamhoz, meg mondtam, és hazaküldtek, és már hazafelé is nehéz volt menni, meg megálltam, és vettem a nagy levegőket. Aztán otthon ugye a három gyereket még átöltöztetni, lefektetni, akkor még teregettem, még vasaltam, de már így folyton ráborultam a vasalóványra, mondom, nem bírok állni, és akkor mondtam a Janinak, hogy na akkor most feküdjünk le, és akkor majd elmúlik. És akkor ahogy lefeküdtem az ágyra, akkor már tolófájások jöttek. Az mondjuk olyan rémület volt, hogy nem is tudom, mikor ijedtem meg úgy életembe. Tehát így remegett a kezem, hogy nem tudtam a nővéremet fölhívni, akkor még vonalas telefon volt, és a gombokat kellett volna megnyomni, és így remegett a kezem a Jani, meg akkor már rajta volt a pizsama felső, ez a régi típus olyan gombolós, azt így dobta le magára, és mint egy gazella, így ugrott ki az ágyból, ez mindig előttem ez a mozdulat, hogy öltözött vissza. Hát elrohantunk, a taxiba már vissza kellett tartanom a babát, és akkor ahogy a taxi megállt, kiugrottam, és a Jani meg odaugrott, hogy mi van, és mondtam, hogy hát már jön a baba, és mondta, hogy mit csináljon, hát mondom, segíts elkapni. Akkor én valahogy megfogtam a vállait, egy ilyen nyári ruhában voltam, valahogy elkaptam a vállait, ő meg oda tette így a kezét ilyen értetlenül, és akkor oda így belepuffant a kis háta popsia, és úgy fölvettem magamra, és kérdezte Jani, hogy most mit csináljunk, ugye a lepény meg benn volt, és így kezdte a köldögzsinort. És ott álltunk az úttesten, a taxis meg ugye döbbenten állt, és mondtam neki, mondtam a Janinak, hogy vegye le az ingét, mert azt tudom, hogy frissen vasaltam, hogy abból legalább csavarjuk be szegényt, mert ugye szeptember 22 olyan nyárias este volt, de azért hát úgy mégis ott van egy kis mesztelen újszülök, és akkor ő levette az ingét, becsavartuk, és akkor ott állt a Jani az utcán ilyen könnyékig véres karokkal, félmesztelenül, én meg így fogtam ezt a kis babát, és akkor, hogy fölemeltem a szemem, láttam, hogy a mentősök ott a mentős garázsban, mert én láttam, hogy ott van egy mentős garázs még délután, és láttam, hogy ott állnak, és így néznek, és akkor szóltam nekik, hogy nem akar valaki segíteni, mégiscsak ezek orvosok. És erre kiderült, hogy az a kukás garázs volt, és akkor a szegény
szegény ember kicsoszogott ilyen világító mellénybe és gumipapucsba, és kérdezte, ilyen zöld volt a feje, tényleg a félelemtől, és azt kérdezte, hogy ő itt mit tud segíteni. Istenem. Úgyhogy szegénynek odaadta Jani a bőröndöt, és akkor így hárman nagy nehezen bejutottunk a kórházba, mert a portás nem akarta kinyitni az ajtót, hogy ő rosszul van a vértől, a kórház portása. És akkor ilyen eltakart a szemét, és így felkerestük a szülőszobát, szóval egy horror történet volt, mindenhol húztuk a piros csíkot. De amúgy jellemző rátok, hogy minden bajban meglátni a pici kis reménysugarat, és kihozni a jót mindenből? Hát néha nem látja az ember, de hogy ilyen menetrendszerűen jön, az egyébként elég döbbenet. Hát az egyetlen érdemünk talán ebben, hogy bevállalunk bátor dolgokat, és akkor kiderül a szeretetről, hogy meg a gondviselésről, hogy ez ténylegesen egy erő. Tehát ha nem ugrik ki az ember a szakadékba, akkor valószínűleg sose derül ki. De nekünk hát tényleg mindig az volt, hogy az utolsó pillanatban kinyílt az ejtőernyő, nem elfogyott a pénzünk az építkezés, és akkor beállítottak barátaink, akik látták, hogy Juli teljesen le van döbbenve, mert nem. Tehát ugye megcsinálta a vízvezetékszerelő is, meg a villanyszerelő is megcsinálta azt, hogy így az egész házat le vízvezeték és villanyszerelték, csak hogy ugye a telek határtól hogy jön be a víz meg a villany, azt nem találták ki. Az már nincs benne a költségvetés. Majd még olyan 2-3 millió forint, amikor rákérdeztünk. Hoppá! És mondtuk, hogy hát... És akkor beállítottak barátaink véletlenül éppen akkor, mert hogy megnézik a cserépkályhánkat. És látták Julin, hogy teljesen le van fagyva, és mondták, hogy mi a baj. És hát mondta, hogy hát 2-3 millió forint kéne, de nincs. És akkor mondták, hogy az nem nagy baj, mert hogy a férjet épp most rúgták ki a munkába, kapott egy nagy végkielégítést, az nekik úgy se kell egy évig, azt használjuk. És ti lányok, például az ilyenfajta nehézségekből ti éreztetek valamit? Tehát a család mindig mindent megbeszélt? Mondjuk, amikor ott hagytuk a legelső zsámbéki lakást, és az apa kiült sírni a lépcsőforduló, vagy a lakás előtti lépcsőre, és így mindenki le volt fagyva, mert ugye az a lakás, az egy ilyen, szóval a szívek közepe volt mindenkinek, és akkor eladtuk, és leköltöztünk egy olyan albérletbe, aminek húztak az ablakai, meg csúnya volt, meg egy gigantikus szobába költöztünk, négyen kamaszlányok, nem, hárman kamaszlányok, ugye Dorottya, Johanna, én, igen. És hát a hátunk közepébe kívántuk már akkor a nagy szobát. És mindenki le volt fagyva, és akkor az így megmaradt, hogy szóval nem csinált úgy senki, vagy a mamáik sem, hogy ez egy jó döntés volt, hanem hát ez most ilyen muszáj volt akkor, és igen. És együtt túl lettetek ezen a bajon, és ugye a meglévő gyerekek mellett nektek két angyalkátok is, ami ugyanúgy nem tabú a családban. Hát nem is tudom, honnan kezdjem. Tehát a Johanna volt ugye a negyedik baba, és akkor ő utána, hát gyakorlatilag úgy, ahogy előtte, tehát így két év múlva jött volna a következő baba, és akkor hát nagyon örültünk neki. És én mindenkinél az első pillanattól éreztem valahogy, hogy fiú vagy lány. Ezt nem tudom, hogy ez hogy van, de... Mamáj! Igen, a tiéd az attól viheted. És akkor... Akkor éreztem, hogy ez egy kisfiú, és el is mondtam a gyerekeknek, hogy lesz egy kisfiú, és hát a Simon, aki egyedül volt fiú, hát ő borzasztó boldog volt. És aztán egyszer csak... Szóval én nem is gondoltam, hogy ez megtörténhet velem, mert tudtam, hogy létezik olyan, hogy vetélés, de hogy nekem annyira problémamentes volt az összes terhességem, hogy igazából nem is gondoltam, hogy baj van, amikor először láttam ilyen rossz jeleket. És aztán hát talán egy napig, vagy két napig feküdtem otthon, és akkor aztán egy idő után teljesen egyértelmű volt, hogy ez a baba már nincsen, nem maradt meg, és akkor az nagyon nehéz volt nekem, és ugye már tudták a gyerekek is, meg mindenki, és nekik is nagyon nehéz volt. Emlékszem, hogy a Simon zokogott, és azt kiabálta, hogy miért csak a fiúk halnak meg, és akkor olyan nehéz volt neki mit mondani, és nekem is nagyon nehéz volt, akkor nem kaptam olyan jó segítséget, és igazából a következő 10 évem az azzal telt, hogy nem tudtam ezen túllépni, és nem igazán tudtam ezt feldolgozni, hogy most
mi van, mi a helyzet egy ilyen eseménnyel, meg hát amikor az embernek így a saját teste egy ilyen koporsóvá változik, az nagyon rossz érzés, és akkor aztán a Julcsi előtt egy 2 évvel lett volna megint egy kisbabánk, vagy másfél évvel a Julcsi születése előtt, az meg egy kislány lett volna. És akkor, amikor ő 3 hónapos volt már a hasamban, akkor mentünk együtt a Janival nagy boldogan az ultrahangra, hoztam őt is, hogy hát most már akkora élmény lesz, hát már ilyenkor mindenem megvan, keze, feje, lába, és látszik a kis figura, és ott együtt elmentünk, és hát nézi az orvos, és mondja, hogy hát, hogy ő jót nem tud most mondani, néma csönd volt, ugye nem hallottuk a szívhangját, csak semmit, és mondta, hogy hát nem, hogy ez a baba már nem él, és az annyira döbbenet volt, mert ő neki nem volt jele, tehát nem semmilyen előjele nem volt ennek igazából, csak egyszerűen valahogy már nem élt, és akkor nagyon, nagyon sokan mellém álltak, meg olyanok, akik tényleg tudják is, hogy ilyenkor hogy lehet segíteni, és végül is nekünk egy akkora ajándék ez, hogy van 2 ilyen babánk, aki nagyon sokszor fizikailag érezhető, hogy velünk van, meg hogy mondjuk hát mondok, nevük is van, igen, Lőrinc és Róza. Mondjuk ilyen apróságok, ami lehetne véletlen is, de ilyen véletlenből 100 000 van, hogy mondjuk a Simonnak az esküvője napján fölkeltem reggel, és kinyitom a naptárat, és látom, hogy Róza nap van. És ő nem sokkal előtte halt meg, és egyszerűen annyira azt éreztem, hogy özen, hogy itt van ő is, és hogy velünk ünnepel. Vagy például ültettem egy gránátalmafát a Rózának tehát nem is az, hogy az emlékére, az nem jó szó. Uh-huh. Azt tanácsolta egy barátnőm, aki mentálhigiénés szakember, hogy hát, hogy ilyenkor valamit nagyon jó valamit csinálni, hogy vagy elengedni egy papírsárkányon egy levelet neki a hegytetőről, vagy ültetni egy fát, vagy nagyon sok minden ötletet mondod, de egy valamit, ami egy ilyen gesztus, amivel őtől egy kicsit el is búcsúzom, meg valahogy egy ilyen kapcsolatot létesítek vele, és akkor hát én ezt a gránátalmafát ültettem el a kertbe, és akkor mondtam, amikor előtettem, mondtam a gránátalmafa előtt, hogyha ez a gránátalmafa hoz virágot, vagy netalántán gyümölcsöt, de mondjuk ez ugye nem a mi éghajlatunk gyümölcse, hogy akkor tudom, hogy azt tőle kapjuk a rózától. És akkor az első nyáron olyan hihetetlen volt, hogy 7 virágot hozott, és ugye 7 voltunk otthon, és 7 gyönyörű, szép, piros, ilyen telt virágú, tényleg mint a legszebb dísznövény olyan a gránátalmafa, amikor virágzik, és mutattam is a gyerekeknek, hogy nézzetek meg, hogy mindenki kapott egy virágot tőle, és utána őszre megérett egy gyümölcs. És olyan hihetetlen volt, hogy hát nálunk, a mi kertünkben megérik egy gránátalma, és akkor tudtam meg, hogy jön a Julcsi. És akkor az is olyan volt, hogy azt mondtam, hogy hát ez, hogy a Róza üzente, hogy ne szomorkodjak, ne utána vágyakozzak, hanem hogy jön valaki más. És én is hiszek az ilyen jelekben, a csodákban. Igen, valahogy lányok, a mindennapi életetekben ott van a 2 kicsi? Tehát beszéltek róla? Hát ritkán azért, szóval alapvetően ritkán, de szoktunk, szóval meg a mama is azért megosztotta velünk, amikor ez ilyen gondjai volt, vagy tehát hogy ezt tudtuk róla. Igen. Váltsunk egy kicsit, jó? Itt vannak az ünnepek, érzem a családi háznak az illatait, mondjuk egy kis mézes kalács illatot, gondolom, hogy ilyenkor nagy sütés, főzés beindul. Ki a legügyesebb sütőember? Nézek, igen, a Margitra. Na, nem vagy te szuper. Mit szeretsz készíteni? Igen, voltak, igazából szóval korszakok voltak a kezdetben, ilyen kevert süteményeket csináltam, mert ugye amikor még kicsik voltunk, akkor az volt a legegyszerűbb, és akkor a szilvás kevert süti, amilyen régi receptről egy cédül alapján volt, azt megcsináltam minden lehetséges gyümölcsel, meg kombinációval, és akkor utána jött 100 féle sütemény, és amikor meg már kicsit idősebb lettem, akkor volt egy
olyan egy hét, amikor nem voltak otthon a mama meg a húgaim, csak úgy, hogy a bátyám meg apa meg én, és akkor megtanultam kenyeres sütni, mert az ilyen jó buli volt, hogy akkor így én ellátom a fiúkat, hogy nem tudom. És akkor amire visszajöttek, ugye minden nap csináltam valamit, csak én kisedek kenyereket, és akkor egyre jobban sikerült, mert az elején még meg se kellett rendesen, meg ilyen nagyon furcsa volt. És aztán utána rákattantam egyre jobban a kenyérsítésre, és akkor péksütemények, meg ilyen százféle ilyen felcsavart, meg mindenféle töltelékes kenyérféle. És aztán az utolsó ilyen ikonikus korszak még aztán a flódni volt, hogy elkezdtünk flódni sütni, először, vagy hát először csak én, aztán az Ágnes is becsatlakozott. Olyan dolgokat csinál. De meg nekünk volt egy közös tőle. Főző korszakunk, vagyis hát, mert tavaly benn laktam, én közel laktam ahhoz, ahol a Margit tavaly lakott, és akkor én ugye nem tudtam egyáltalán főzni, mert a Margit mindig főzött, sütött otthon, én ezt így nem tanultam meg. Volt, aki csinálja. És aztán ugye ott voltam egyedül, és akkor hát most kéne azért valamit csinálni. A Margit megmondta, hogy mert ő akkor már vegán módon étkezett, és mondta, hogy milyen szomorú, hogy ő mindig magának ilyen-olyan burgereket, meg nem tudom miket csinálni, és hogy ezt egyedül eszi meg, és én meg rácsaptam, hogy hát akkor jöjjön át hozzám, és főzzünk együtt. És aztán így kitaláltuk, hogy ebből lett egy ilyen kis blog, de igen, az most kicsit akadozik, de egyébként egy évig így együtt minden héten sütöttünk valamit. De amúgy is fontosak az életetekben a hagyományok, a tradíciók, a családból, amit hoztatok magatokkal. Igen, hát van, amit én nagyon szeretek, de Júli családjából jön ez egy ilyen egyik része a családjának, a nagymamája révén az lengyel, és van egy ilyen nagy ostya, amit minden karácsonyra megsüt Júli, és ez mindenkinek van egy saját ostyája, és lengyel szokás szerint így körbe járunk, és mindenki letör a másik ostyájából, és bocsánatot kér mindazért, amit a másik ellen tett abban az évben. Úgyhogy ez azért egy nagyon-nagyon megindító történet, meg ami szintén a karácsonyhoz kapcsolódik, ha nem is konyhai, de még a konyhai dolgokról is lehet mesélni. De ami a legnagyobb öröm szokott lenni, és a legnagyobb ajándék, hogy írunk egymásnak szeretett leveleket. És tehát azt, hogy mi mit köszönünk a másiknak, meg miért szeretjük a másikat igazából. Az a bőgő szeánsz, mert tényleg azt nem lehet száraz szemmel végigolvasni, és nem hazudozunk, vagy nem szépítgetünk, hanem csak egy ilyen szelektív tekintettel, mert hiszen az ember a konfliktusokra ott van az egész év, és akkor el kell rendezni, hogy ki hova teszi a cipőjét, meg ki mosogat el maga után, és ki nem. De hogy akkor nézzük tényleg a szeretetnek a szemével az egészet, és ez nagyon, nagyon megrendítő. Tehát, hogy nem is az a baj, hogy sokszor, hogy nincs az életünkben szeretet a köznapokban, hanem hogy így nem tudjuk egybe látni, hogy mennyi is az tulajdonképpen valós súlyban. Szenteste össze tudod gyűjteni a gyerekeidet? Most már, hogy kezdenek szanaszét lenni, meg saját család? Hát akinek saját családja van, ő nem velünk szokott már lenni szentestén, tehát a Simonék, Margiték, ők, hát mi is úgy szerettük, és azt gondolom, hogy nekik is jár az, hogy a szenteste az már az ő saját idejük legyen. A többiek azok ott vannak persze, hát az mindig az évnek a csúcsa, tehát az annyira várja mindenki. Meg ezeket a szeretett leveleket is azért találtuk ki annak idején, mert hogy annyira szerettem volna, hogy ne erről szóljon a karácsony, hogy vásárlás, takarítás, nem tudom, hajtani, és már még mindig nem pucoltatok ablakot, és nem tudom. És akkor mondtam, hogy mi lenne, hogyha az ajándék ez lenne, hogy mindenkinek ír egy levelet, és akkor ez aztán annyira bejött, hogy mindenki, ezt mindig nagyon várjuk. Ha még a karácsony nem is jött el, de Szent Miklós napja van, úgyhogy ezek a csomagok nem hiába vannak itt az asztalon. Kicsik, meg kicsivel nagyobbak, itt hagyta nektek a Mikulás az ajándékokat. Na, lányok, jöjjön ide mindenki. Júlcsi. Nektek is, Margit, nektek Alice, is hozta, mert akármennyire felnőttetek még. Hozott. Gyertek ide. Tudod mit, Margit, oszd ki nekik ezeket a csomagokat, jó? Hogyha nem is tudnak ide jönni. Gyertek, vagy akkor gyere vissza, mindegy. Na?
nézzetek! Szeretném látni a csillogó tekinteteteket. Annyi, annyi, sok minden van benne. Tehető. Megoldottuk, az egyik egy másik színű, úgyhogy a te érzékeny kicsi is kaphat belőle, rá is gondoltunk. És hát akkor mindannyiunknak boldog Szent Miklós napot, csizmákat az ablakba. Hiszen aki jó volt, annak meghozza az ajándékot. Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. Tudják, napi témáinkhoz kapcsolódóan érdekes cikkeket találnak a ridikül.hu oldalon. Viszontlátásra mindenkinek!